futók, ugrók, dobók, egy szóval a város atlétái évente egyszer nem a rekordtánon, nem is az ugró vagy a dobókörben találkoznak, hanem elvárt jól öltözöttséggel a Babics Mihály Kulturális Központba szól az évelei meghívó. Elsősorban persze azoknak, akik valamilyen módon öregbítették csapatban vagy egyéniben az országos bajnokságokon klubjuk és a város Szekszárd hírnevét. A lényegre térve, aranyból jóval kevesebb termet 2018-ban az OB-ken a Szekszárdi Sportközpont atlétáinak, mint az azt megelőző évben. Akkor 12 volt a legfényesebb medáliából, most 2 elsőség született csak, ám ennek van egy magyarázatul szolgáló objektív oka, a tavalyi győztesek szinte mindegyike korcsoportot váltott, 2018-ban náluk egy-két évvel idősebb, vagyis tapasztaltabb, jobb versenyzőkkel kellett felvenni a versenyt. A piramis alja széles, csak az az egy problémánk a szakosztályban, hogy nehezen tudjuk szélesíteni. Tehát szeretnénk még bővíteni, hogy még több tehetség jöjjön ki belőle, ne csak az az egy-kettő, mert az egy nagyon vékony mesdje, hogyha megsérül, vagy valami probléma van, tovább tanul, akkor nehéz helyzetbe kerülhetünk, ami az eredményeket illeti. Jelzésértékű és a szekszárdi atlétika alakulófélben lévő hátországát jól mutatja, hogy a 4-8 helyezések száma jóval meghaladja a 2017-est, ezen versenyzők további fejlődése újabb aranyakat, dobogós helyezéseket vetít előre. A díjkiosztó gála végén kiszólították a különböző szakágok, korcsoportok legeredményesebb versenyzőit, akik éppen egy nagypályás foci csapatra elegendő létszámot 11-et tettek ki.